megérkezett, és olyan, olyan ott volt tök sok ember, és ő ideges volt sok ember előtt, de egy pillanatig nem, nem volt méltóságát vesztett, intelligens volt, okos volt, és közben is még, 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 vicces is, és akkor wow, hogy ilyen van, úristen, ez az ember ideges, is, itt ú, de jó. Tehát, hogy amikor így... Ezt így, még nem hallottam nőktől. Én ideges típus ők, ezt még nem hallottam, hogy az idegességgel lehet például hódítani, Nagyon de volt, És eltelt másfél, majdnem másfél év, vagy másfél-két év, amíg mi amíg köztünk nem történt semmi. Sokszor így el ezeket a dolgokat, és hogy elhúzzuk, miközben nekem szent meggyőződésem, hogy amikor ilyen erős energiák találkoznak, az előbb-utóbb kisüléshez vezet, hogy én nagyon <laughs> finoman fejezzem ki magam. Igen. Igen, Há, hogy mi múlott szerint e, rajta. Elárulok egy titkot, amikor a nők szerelmesek, akkor ó, állat, nem, nem fogottam, hogy nem káromkodok, nem hiszem el, szóval, hogy nagyon-nagyon, e, tehát akkor nem érdekli őket. Nincs ezen. akadály. Nincs akadály. Fontos tanár, meghatározó szerelem, odaadó családtag, hűséges barát, sőt, akár egy popkulturális ikon, vagy egy szépirodalmi hős is lehet sorsfordító hatással az életünkre. Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Nemek igenje, a potpet.hu és a YouTube csatornám új sorozata. Nőkről és férfiakról, nőknek és férfiaknak. Mostantól minden szerdán, hol egy híres hölgy, Hol pedig egy közismert férfi vendéggel beszélgetek, és arra kérem őket, hogy idézzék fel azt az öt ellenkező nemű szemét az életükből, akik valamiért kitörölhetetlen hatással voltak rájuk. Mit adtak, hogyan formálták az életüket, és vajon mi mindenre tanították őket? Kiderül a nemek igennyéből? Hallgassák meg a teljes vágatlan beszélgetéseket és extra tartalmakat a potpet.hu-n. Életed öt meghatározó férfiát kértük, hogy hozd el ide, így képletesen, uh -huh. és róla mesélj, mennyi ideig tartott megtalálni ezt az öt embert? Baromi nehéz volt. És miközben gondolkodtam rajta, tök jó, hogy volt időm, és kifutása volt ennek a dolognak, mert ugye már nagyon rég leegyeztettük ezt az időpontot. Én rájöttem, hogy nekem sokkal inkább meghatározó nőim vannak. Tehát sokkal nagyobb hatást gyakoroltak rám a nők, mint a férfiak tök az életemben. Úgyhogy nem volt könnyű összeszedni ezt, az öt nevet. Már csak azért sem, mert hogy azért én nem az a típusú ember vagyok, akinek olyan nagy a merítése, tehát hogy olyan sok mindenből és sok mindenkiből tudott volna válogatni. Tehát, hogy... ezt hogy érted? حتنام في احد Volt egy tíz éves házasságom, és most a második is tíz éve tart, és most leszek 40, tehát, hogy 20 évesen ismertem meg az első ja, férjemet, harminc évesen a másodikat, és akkor mondjuk előttei 16-tól 20-voltak, vagy 21-voltak pasik az életemben, tehát hogy lehetett volna úristen, de sok, de hát én nem, nem úgy alakult, vagy hát én nem az a karakter vagy természet voltam, úgyhogy nem volt, egyáltalán nem volt könnyű összeszedni. Na ki az első? Első férfi, akit mondani fogok, az tulajdonképpen egy kisgyerek, akit úgy hívnak, hogy Milán, és elsősorban nem Először nem a kisfiamra asszociálok, hanem nekem az első szerelmemet úgy hívták, hogy Milán az óvodában. És kezdve, hogy én tulajdonképpen amióta az eszemet tudom, uh, én szerelmes vagyok. Tehát, hogy én nekem nem volt olyan korszak az életemben, és ezt így tényleg most gondoltam végig, hogy, hogy ne lettem volna valakiért oda. Tehát, hogy ne lett volna, hogy, hogy üres járatom volt, hogy valaki ne tetszett volna, hogy valaki nem mozgott. sokszor. Uh, ke ez meg a másik, vagy nem akarok nagyképű lenni, de hát mindenek után nem volt nagy a merítés, nem, nem, voltak nagyon plátói szerelmeim. Viszonzottak voltak. Viszonzottak voltak a szerelmeim, tehát valahogy úgy alakult, hogy aki nekem tetszett, az, az általában össze is jött, tehát hogy nem de ez volt. Ez mi múlt szerinted? Nem, volt, nem. Voltál, hogy annyira nagy volt a vonzerőt, hogy tulajdonképpen csak várni kellett a hódolókat. Én nem voltam szerintem soha rámenős. A franc se tudja. Tehát tudom, hogy milyen egy rámenős csaj, meg, meg mondjuk látom magamat, én nem, a, én nem a rámenős kategória vagyok. De nem titkoltam soha. Tehát, hogyha nekem valaki tetszett, az egyértelmű volt. Hogy fejezted ki? Hogy, hát az, az attól függ, hogy éppen milyen életszakaszomban, meg életkoromban voltam, de egyébként ezt a kisfiút azért akartam mondani, mert ő amúgy egy Plátói volt. Tehát, hogy ő egy olyan karakter az életemben, akire a mai napig emlékszem, egy nagyon híres focistának, akkor nyilván nem tudtam, hogy focista az apukája. Most se sokat tudok a futballról, de utólag elmesélték, hogy egy nagyon híres focistának a kisfia volt. Gyönyörű kék szeme volt, szőke haja, és hát oh, halálosan odáig voltam érte. De ő nem engem választott, hanem Dórát, aki egyébként egy nagyon sikeres úszó lett később. Uh, úgyhogy Némi kudarcélmény párosul hozzá, de nekem a, a szépséggel, meg a jósággal, a vagánsággal, a sportossággal szoros összefüggésbe került ez a név. És ezt így az első kupaszba mondanám a Milánokat, mert ugye a, a kisfiamat is Milánnak hívják. Ezért? Igen. <laughs> Igen. Ez a név nekem egy, Milán Ruben a teljes neve, a Ruben volt a másik, ami nagyon tetszett, de ott volt egy ilyen családi kupak tanács, és a férjemnek van két nagy gyereke, és mondták, hogy szerinte legyen egy normális neve is a gyereknek, és mondtam, ha normális nevet akartok, akkor a Milán az, mert hogy, mert hogy nekem az, az egyszerűen gyönyörű az a név, mert rá és, és, látom magam előtt azt a, a fiút, az óvodás, a fiút, fiút, A fiút az óvodából, igen. És mit mondott a férjed mindenre? Mert én így gondoltam, hogy a feleségem azt mondaná, hogy neki volt egy milánja régen, és így hívjuk a fiunkat, hát nem dobálnám a sapkámat a levegőbe örömömbe. Hát figyú, szerintem így maga elé képzelt egy három éves kisfiút, Ö, nem, nem, hiszem, hogy, hogy lett a témától, meg ő amúgy sem az a típus, akinek így vármit, hogy gyomorgörcse lenne. Uh -huh ha majd eljutunk hozzá, akkor majd erről is fogok mesélni. Fú, De egyébként na, szóval az is egy ilyen furcsa érzés ezzel az interjúval kapcsolatban, amit most neked adok, hogy én ugye a magánéletemről nem e, hoztam egy vonalat három évvel ezelőtt, és, e, és nem nem beszélek, nem nagyon beszélek. Nem kivagyiságból, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy hogy, hogy Egyszerűen nem akarok arról beszélni, hogy hogyan őrizem meg a, a házasságomban a, nem tudom, a, a, szépséget, a jóságot, a szexualitást, hogy mitől vagyok jó nő, akik szerint nem vagyok jó nő, miért nem vagyok jó nő, mennyit futok, milyenek a gyerekeim, nem tudom, szóval úgy éreztem, hogy nekem ezekből a témákból elegem van, tehát hogy nem, nem akarok ezzel foglalkozni. Tök szívesen nyilatkozom a bulvárnak akkor, hogyha arról beszélhetek, ami szerintem fontos, és akkor ez egy ilyen tök jó kis válaszvonal volt, hogy innentől kezdve akkor így megállapodtunk, hogy nekünk így nincs közös uh, halmazunk. Viszont ez, a a, a műsor, ez egy olyan műsor, ami nyilván veszélyes terep, mert hogy ki vagy szolgáltatva annak, hogy utána nem feltétlenül intelligensen vagy finoman nyúlnak a mondataithoz, de de olyan, olyan jó ö, ilyen témákról, ilyen közegben hallani, mert... Nem mindenkinek van ideje foglalkozni magával, meg, meg így a környezetével mélyrehatóan, meg az önismereted, de amikor csak így mondjuk a kocsiban hallgatod, és mások életének a történeteit hallgatod, olyan sok ilyen megértés, meg ráeszmélés van. Szóval szerintem fontos. Ezt most nem tudom, hogy miért akartam elmondani, csak a férjem kapcsán, de majd oda akkor kitérünk. Minden esetre szóval, nagyon jó eset, és köszönjük a bizalmat. Igen, abszolút, igen. Úgyhogy a... És ugye, ami az életemet formálta, nyilván nem a, a a három éves focista kis Há, csávó, igen. de valamennyire igen, de hogy ugye a, a kisfiam volt az első olyan ö, formáló erő ebben a kronológiában, amire amire így, szóval ami alapvetően és alapjában változtatta meg a személyiségemet, mert hogy onnantól kezdve, hogy ő megszületett, én rájöttem arra, hogy, hogy mennyi mindenre vagyok képes, és mennyi mindent elbírok, ami, amiről korábban azt gondoltam, hogy nem. Mondasz egy példát? itt nem csak a most nem csak a szülés fájdalmáról beszélek, mert az egy dolog, vagy, vagy mondjuk a, a, a kialvatlanság. Tehát például egyébként ez egy tökre egy ilyen példa. El nem tudtam képzelni, hogy hogy a Manóba lehet az, hogy hogy valaki, most majdnem más mondtam, de milyen szépen kicsúszott ez a manó, vagy. Én már most voltam egy korábban egy műsorban, és csak azt a YouTube-on végighallgattam, és nálam sípoltak a legtöbbet, úgyhogy most egy kicsit próbálok figyelni, hogy hogy lehet az, hogy, hogy emberek tudnak funkcionálni úgy, hogy minden nap hajnalban kelnek, és akkor még az nem volt meg a fejemben, hogy nem csak hogy hajnalban kelnek, hanem hetekig, hónapokig, évekig nem alszanak. És hát velem ez megtörtént, tehát hogy ez egy ilyen nagyon ö, kemény menet volt, ö, így rögtön az elején, és, ö, és akkor. Akkor így rájöttem, hogy tulajdonképpen így nagyon sok minden valóban hozzáállás kérdése, és van ez a tanult tehetetlenség, amivel az ember nagyon sokáig így, hát ugye el van magával, és ezt akkor ott marhára le kell tenni. Mert hogy egyszerűen meg kell oldanod a, a, a dolgokat, és, és nem csak hogy teljesíteni akarsz, hanem hanem így mindenedet oda akarod adni annak a gyereknek. Féltél nagyon előtte. Nem, nem is volt időm arra, hogy féljek egyáltalán. Nagyon akartam, mert hát olyan szerelmes voltam a, a, a férjemben, meg egyébként én a mai napig a balázsba, hogy, hogy el nem tudtam képzelni, hogy ebben bármi nehézség lehet. Tehát nem merült fel bennem, nem volt előtte semmilyen tapasztalatom kisgyerekekkel, hogy, hogy ez milyen, meg hogy mivel jár és azt hiszem nekem egyébként a legnagyobb feladatom, és a legnehezebb ügyem ebben a sztoriban az volt, hogy azt a fajta szabadságomat vesztettem el, amit egész életemben, amiért harcoltam, hogy meglegyen gyerekkorom óta. Tehát, hogy én a... a, a Tényleg nekem így az, az, hogy független legyek, és önálló döntéseket hozhassak, és ahhoz ne kelljen másnak a segítségét kérnem, gyerekkorom óta nagyon fontos volt. Ez miért volt neked ennyire fontos? én így születtem. És amióta gyerekeim vannak, tudom, hogy kész személyiségekkel születünk. Tehát én már hat éves, és is azt vártam, hogy legyek már 18, hogy ne szóljanak bele az életembe. Is, De be beleszóltak, tehát korlátoztak téged, úgy nagyon látványosan bármiben is. Persze. Hát viccelsz a 90-es években, ha van a Havanna lakótelepen. Hát persze, hát a, 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 szüleim, de szerintem akkor, vagy ha hát nem tudom, hogy milyen volt, gondolom, hát ők is próbáltak nevelni, és, és, szigorúak voltak, persze, tehát meg hát az akkori iskolarendszer is marha szigorú volt. Azért te Utáltál láttál olyanokat, hogy valaki kiugrik az ablakon, ott a lakótelepen, a láttam környezetedben, engem ismertek mertek meg, igen. Megvertek? Így? Persze. De lányok? Úgy a két lánya, ha igen, amikor jöttem haza a uh, Az volt, hogy mentünk haza egy barátnőmmel, és akkor uh, átszóltak a túloldalról, hogy beszóltál, tudod, ez a klasszikus, most is nem szólaltam, és akkor átjöttek, elkezdtek ott lögdösni, és a barátnőm, aki az osztálytársam volt, elszaladt. Én meg arra gondoltam, hogy Te jó ég, mennyire megalázó lenne most itt elszaladni. Hát csak nem futok, ez tök ki. Igen, és akkor, hát akkor kaptam egy párat, aztán hazamentem. <laughs> <laughs> hány éves hogy... voltál? Hát valahogy szerintem ilyen ez, ez, ötödik és nyolcadik között volt. Tehát ötödik és hetedik, mert nyolcadik az már biztos, hogy nem, ilyen ötödik és hát hetedik hát már nagy lány, között. már nagylány, Igen, igen, de nem voltam annyira kicsi. Igen. Megmarad benned, vagy te az a típus, hogy akiért például könnyen lezársz, és egy rossz emlékként elkönyveled? Mm, nem nyomta rá a bélyegét egyébként a, a későbbi életemre. Meg hát annak ugye ott, tehát az, az tényleg egy ilyen... Most már így visszagondolva, de nem is értem. Tehát emlékszem rá, hogy utána hazamentem, az anyukám látta, látta, hogy ilyen zöld foltok vannak itt ott az arcomon, és, és az apukám akkor emlékszem, hogy külföldön volt, és hozott haza anya, mert félt, mert az egy ilyen balhés társaságnak a, a lányai voltak, azok a csajok ott a, a és egy gázpisztolyt hozott haza, és akkor a, vetette <laughs> a párnája alá, vagy nem tudom, honnan van, melyik kért, és akkor úgy aludt, és másnap, amikor mentünk ki, vagy nem tudom, á, ültünk egy ilyen picikis Suzuki Marutia -e volt, Hiszem, és ott a kocsmából kiszaladtak a, a szülők, a lányoknak a szüleik, és akkor így elkezdték így az autót, szóval, hogy de mo, ha most ilyen történne, Jézus Máriám, hát ez az, az, a gyerekemmel meg velem, hát ez olyan rettenetesen félelmetes lenne, de valahogy akkor azt így nem, olyan, nem tudom. Gyerekkorodból mire emlékszel? Emlékszel arra, hogy bevágtad magad mögött az ajtót, ráüvöltöttél a szüleidre, én törtem, zúztam, tényleg Ó, cselek... csinált? Ne viccelj, persze, hát itt szét is van vágva, tehát átütöttem az üvegajtót. De meg... minek kellett történni, hogy te bele is egy üvegbe? Hát nagyon felbosszantottak. Hát, ne, korlátoztak, meg tudod, hát neveltek csóri szüleim, én meg úgy éreztem, hogy, hogy nem vár, hát én tudom, hogy nekem mi a jó, ugyanolyan jogaim vannak, mint a felnőtteknek, szóval, hogy hogy ja, rengeteg konfliktusom volt ebből, iskolában is, otthon is, de, de hogy a folyamatára már nem feltétlenül emlékszem, most viszont ugye a, a anyaként látom, hogy, hogy, miből mi lesz, és pontosan tudom, hogy hogyan kell kezelni. Tehát tök jó, mert, mert emlékszem rá, tehát olyan, mintha a kis csillát nevelgetném. Tehát tudom, ismerem minden indulatát, minden érzését, tudom, hogy honnan jön, tudom, hogy mit érez. És dupla Úgyhogy... üvegajtókat használtok? <laughs> De pont, ezért nincs szükség üvegajtóra egyáltalán. Nincs, nincs mert, hogy, mert t -t tudom, hogy tudom kezelni. Na. Na nézzük a következő úriembert, a második nagyon fontos úriembert az életemben. Uh, igen, a második nagyon fontos úriembert nevezzük csak Zének. Az egyszerűség kedvéért. Az egyszerűség kedvéért, aki 16 éves koromban volt Zé az én életemben, és hát ő nálam jóval, jóval, sokkal, sokkal idősebb férfi volt. A Szerintem a lázadásomnak az egyik ki csúcsos hatása volt. Zé. <laughs> Mert hogy nyilvánvalóan az apám még hát nem ugrált a körömükben, amikor a 16 éves lányuk mondta, hogy egy jóval, 10 x évvel idősebb pasia van. Neki mi volt egzisztenciája, családja? El, elvált, és voltak gyerekei. Igen. Hogy örülhettek a szüleid? Na, <laughs> az kemény volt amúgy. Hogy jelentetted be? Uh, arra már nem emlékszem, de tudom, hogy apa egyszer elhívta elbeszélgetni. <gül> <gül> nagyon ciki volt, is nagyon ciki volt, de elment, tehát volt vére pucájába, elment és leült a apámmal beszélni, aki egyébként egy nagyon kemény ö, ember, nyilván kenyérre is lehet kenni, de hogy karakterében ő altábornagy egyébként, tehát, hogy így minden tartásával és és, ö, és jogász is között. Szóval, fú, na, vele így fel kell készülnöd. És Zé el. nem riadt meg. Oda Zé ment, a sarat. Zé autószerelő volt. Ő semmitől nem riadt meg. <sup> és tetoválása is volt. <laughs> Pardon. Szóval ő nem riadt meg semmitől, és, és voltam én tudod, a hajtából <laughs> nagyapukkal, a könyvvizsgáló anyuka, tehát a nagy reménységű kis csaj, aki néha betöri az ajtót, meg itt, a, hát, vannak vele gondok, de majd kisimul, és a, a majd kisimul hazaállított a konditeremben. <laughs> Ott találkoztatok? Igen, mert jártam, nagyon sokat sportoltam, akkor is jártam úszni, és, és úszás után a Malévba jártam, akkor azt hiszem, és az úszás után ugye még mentünk erősíteni, és akkor ott. Lejtetted a kezkerőt, csak azért kérdezem, mert ugye arról beszélgettünk az elején, hogy más-más korszakodban más, hogy ott tanuljelét annak, ha valaki tetszik. 16 évesen mindez hogy történt? Hát, figyelj, szerintem az a baj, de tényleg már nem emlékszem, hogy ez hogy, ez hogy volt, de nyilván valami csak Én szerintem emelte, <laughs> gondolom a súlyokat, én meg gondolom ültem a haspadon, összeakadt a tekintet, mert nem tudom, hogy ez hogy ez hogy alakult ott. Elkezdtünk. Ennek erre a része tényleg nem emlékszem. Tehát arra, arra nagyon emlékszem, hogy, hogy nagyon dühösek voltak rám, és hogy nagyon, nyilván ez egy kétségbeesett helyzet a, a szülőknek, hogy hogy kezeljék ezt, hogy most akkor mit lehet ezzel eltiltott, próbáltak, hát nyilván nem tudtak, és költöztem otthonról utána egy időre, tehát, hogy engem szegény anya. Néha így beült az ajtóba, hogy nem is hová, hát mondtam, hogy dehogy nem, és mentem, és De akkor nem a, a, költöztem. Nem a nagymamámhoz költöztem, aki, akiről beszéltem, uh -huh. aki, aki ott lakott nem messze tőlünk, és akkor hozzá elköltöztem, ami csodálatos volt. És ő azt mondta, hogy csilukám azt csinálsz, amit akarsz, ugyanúgy szeretlek. Ha zé, Így van. Igen? Így van. És én ezzel sosem éltem vissza. Uh -huh. Szóval hogy az az, az az izgalmas ebben a dologban, hogy, hogy ott nem voltak valóban szabályok, de sose éjszakáztam, nem drogoztam, nem ittam, nem kellett a rendőrségről begyűjteni, tehát hogy nem, nem voltam balhés. Egyszerűen nyilván voltak cselekedeteim, amit az akkori világ renitens, Cselekedett nekiért, meg de szerintem nem volt az. Tehát, hogyha én akkor mondjuk most vagyok az, aki akkor voltam, és mondjuk egy alternatív gimnáziumba járok, akkor ott imádtak volna. De akkor ott a 18. kerületi általános iskolába nem, 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 ezt, nem ezt kérték, hogy te. Meddig tartott Zémel ez a. Románz. A románcom. Egészen addig, amíg egyetemre nem mentem, és akkor az egyetemen, meg ott már voltak más fiúk is, akik fiatalabbak, ilyen, is fiatalabbak voltak, igen. Ott, ott ugye ott a közös érdeklődés már megérkezett, mert ugye kommunikáció szakra kezdtem el járni, és akkor annak a, annak a viszonynak vége lett, illetve hát rögtön, ahogy elkezdtem az egyetemre járni, én el is kezdtem dolgozni, tehát hogy én nem, nem is akartam nappalira menni egy pillanatig sem, a függetlenségi törekvéseim miatt egyébként, tehát nagyon vártam, hogy legyen saját egzisztenciám és fizetésem, hogy még annyira se tudjanak beleszólni semmibe, amit, amit én csinálni akarok. És, és hát akkor ugye elkezdtem dolgozni, akkor elkezdtünk forgatni, tévé, új emberek, szóval, hogy... hogy Zé hátrébb soroltatott. Igen, igen, hogy ő... És te mondtad ki akkor ezek szerint azt, hogy Zé... Képzeljön, mindennek rendelt le ideje van. Hogy az a durva, hogy hogy engem sose hagytak el. És szerinted miért? Hát nem tudom. Most nyilván az, hogyha rengeteg pasim lett volna, abból biztos volt... Um, egy, egy olyan volt egy operatőr fiú, valaki kiment Kubába forgatni, és beleszeretett egy egy kubai nőbe, de az meg nem volt, tehát, hogy az csak egy ilyen kis románt. Az, az nem volt viszony olyan... Az csak olyan jó volt. És nehezen viselted? Mm, azt, m m azt, amikor, azt, amikor valaki azt mondja, hogy most hát nem. Furi volt. Furi volt. Nagyon, ha igen, az egy ilyen. Ha igen, így visszagondolva, hát igen, igen nem, nem volt nem volt könnyű érzés, mert hogy előtte, meg hál' Istennek azóta sem volt ilyen, ilyen tapasztalásom, hogy milyen az, amikor az embert lapátra teszik, vagy így a szemébe mondják, hogy akkor itt a vége, és nincs tovább nem tudom, hogy ez jó-e, hogy én velem ez nem történt meg. Lehet, hogy kerültem is az ilyen helyzet, nem tudom. Igen, szerintem van az a típus, nem tudom, hogy te ilyen vagy. Lehet. Aki, amikor érzi azt, hogy már nem annyira jól állnak a csillagok, akkor nem azt mondom, hogy presztis kérdést csinál abból, Igen. hogy ő mondja ki, de egész egyszerűen az ő öntudatának ez egy fontos tudás, hogy szakítottam van benne ilyen is, meg szerintem a, lehet, hogy az is benne van, nem, hogy amikor, amikor megérzed, hogy, hogy, hogy ez már nem tud úgy működni, akár a terészedről is, vagy kettőtök részéről, akkor így, nem tudom, én nagyon hamar végig futtatom azt magamban, hogy ennek így van-e értelme, vagy kell -e ezen dolgozni, kell-e ezért még tenni, vagy, vagy egyszerűbb egyszerűen tovább lépni, és tisztességesen lezárni. Hát térjünk akkor el a harmadik hát, Igen, ez volt a, az a pont, amikor mi elgondolkodtam, hogy, hogy nyilván nem lehet kihagyni, mert akkor hazugság lenne minden, tehát hogy akkor minek jöttem ide, a, mert ugye az első férjemről van szó, akivel ugye 9 mm, és fél, tehát majdnem tíz évig voltunk együtt. Nevezzük őt meg, nem hát, ragaszkodom. Gönci mondta. Gábornak hívják, hmm. most nem akarom, hogy nem mondjuk ki a nevét, az is olyan béna, hát most 9 évig együtt voltunk, csak hogy ez egy, ez egy euh, nehéz terep, Um, és nagyon sokat gondolkodtam azon, és ez egy nagyon izgalmas, terápiás folyamat volt egyébként a részemről. Tényleg azóta nem, amióta mi külön vagyunk, ezt én nem gondoltam végig, hogy hogyan tudok erről úgy beszélni, mert kétség kívül egy meghatározó szakasza volt az életemnek és a személyiségemnek, hogy, hogy arról beszéljek, hogy nekem mit jelentett. Tehát, hogy ne arról beszéljek, hogy mi történt, mi volt, ő milyen volt, nem tudom. Mert hogy ugye egy olyan emberről van szó, akihez van sok mindenkinek bármiféle viszonyulása, ismert, rákereshető, összehozható bizonyos, tehát nem lenne, nem lenne tiszta. Úgyhogy ezt úton is köszönöm, mert hogy ezt, 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 most gondoltam végig az elmúlt egy hónapban, és nagyon sokat gondolkodtam rajta. És mire jutottál? És arra jutottam, képzeld el, hogy, hogy tulajdonképpen nekem az a 21-től 30-31-ig tartó időszakom volt az, ami alapjaiban határozta meg az önmagamhoz és a nőiségemhez való viszonyomat ez jó Gábor értelemben. Értelme, vagy egész egyszerűen ez volt az a korszak, amikor annyira erős forgatónyomatékkal bírt, egy férfi, hogy egész egyszerűen ez hagyta rajta a legnagyobb nyomot. Én abban az időszakomban, abban a tíz évben éltem meg először azt, hogy milyen érzés az, amikor én minden minőségemben csodálatos vagyok. De ez mi múlt? Amikor, amikor, hát nyilván rajta. Tehát, hogy nekem előtte nem volt ilyen élményem, sem, semmilyen szinten. Tehát, hogy én soha nem voltam a, az, a, az a típusú nő, aki, akit így körül, Na, tehát volt körülrajongás, de az nem annak szólt. Tehát, hogy azt másképpen hívtuk akkor, tehát, hogy ott, ott más volt a... a célja a körülrajongásnak, Aha, hogy úgy vélem. mondja. Cél az rendelt volt. I igen, <laughs> tehát hogy rajongtak, hogy na de hogy nem, nem, volt ez a túl dicsérés, és, és megint így visszatérek arra, tehát se az iskolában nem volt, se, tehát nem, volt ez így egyszerűen így benne az én életemben, és én, én akkor abban a tíz évben éltem meg azt, hogy, 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 én, hogy, én, én, tudok fantasztikus lenni, hogy én gyönyörű vagyok, hogy én okos vagyok, hogy én, hogy én jól dolgozom adott helyzetekben. Hogy Annyi én önbizalmat dicsérnek. adott neked? Én, én szerintem én az ön önbizalmamat, azt az önbizalmamat, ami nekem van, szerintem én azt abban a, abban a tíz évben ö, pakoltam magamra. Szerintem Igen. is kétfajta típus van, nő-férfi ugyanúgy működik etágyban, szerintem. Az egyik, aki kritikátlanul elhiszi, hogy az ő élete párja <laughs> őt, tulajdonképpen a világ legcsodálatosabb emberének Igen. tartja, a másik, aki idő után elkezd kételkedni, hogy vajon egyel előttem nem ugyanígy járta el. <laughs> Hát igen, én egy olyan típusú ember vagyok, aki végig gondolja azt, hogy vajon jó-e az, ha én mindig azt hallom, amit hallani akarok. Hogy ez vajon az én személyiségemnek jót tesz-e, vagy úgy egyáltalán az életemben. Hogy vajon a mondatok, amiket hallok, azok univerzális mondatok-e, vagy csak nekem szólnak. Ez hányadik évben és... kezdted el megkérdőjelezni? Nem tudom. Ez egy folyamat. Uh -huh. Szerintem ez egy, ez egy folyamat, de hogy az életem minden területén van egy ilyen folyamat, hogy, hogy időről időre megkérdőjelezek ezek dolgokat, és akkor átvizsgálom, átrágom magamat rajta. Én ne, nem, jó, én egy ilyen, egy ilyen típusú nő vagyok. Szóval ez, ez, ez engem elkezdett foglalkoztatni, és, és én arra jutottam, hogy, hogy nekem nem tesz jót, ha én mindig azt hallom, amit hallani akarok, és, és kérdéseket és ébreszt bennem, és, és kétségeket, hogy vajon, vajon az mennyire igaz Voltál ez a is te a dolog. Elbizakodott? Kicsit királylány, aki azt gondolta, hogy... Mm. Olyan kifogástalanul állnak most körülött a csillag? Nem, de a személyiségemből adódóan nem. Tehát én olyan típusú ember vagyok, aki mindig a de utáni mondat részt hallja meg hamarabb, és az marad meg benne. Jó voltál, de, és akkor azt, hogy jó voltál, az, az úgy elfelejtem, és a de utáni részen vagyok hajlamos rágódni utána napokig, és el nem Tehát Itt viszont nem volt de, ugye? Nem volt de. Nem volt, de de, feltett, de odaírtam magamnak mellé. Tehát, hogy nem volt, mm. de oda tettem a veszőt magamnak mellé. Most, Most már ennyi idő után, te mire jutottál? Itt voltak éppen egy nagyon jó pedagógiai érzékkel megáldott embernek az önbizalom injekcióját <laughs> láthattuk, hogy voltak éppen egy működéssel találkoztál, egy sémával. Vannak ilyen emberek nőbe és férfiba is, hogy megállás nélkül kifejezi hódolatát a másik felé. Nem kell válaszolni, ha nem akarsz. Hát, tudod, az van, hogy hogy félek attól, hogy, hogy azok a mondatok, amik itt elhangoznak, utána nem jó kezekbe kerülnek. Világos. És amikor végighallgattam a, a Friderikusznál a Gesztinek az interjúját a saját feleségével Edittel, csodálatos volt. Kétszer is végighallgattam, nagyon jó volt az a beszélgetés. Én végig azt pörgettem az anyam, hogy úristen, hogy Úristen, miket fognak velük csinálni ezek után? Velük nem tették meg, de megtehették volna. És nem biztos, hogy ebben a kontextusban ez úgy maradna, ahogy én itt elmondom. Maximálisan tiszteletbe tartom. Amikor ez a tündérmese, ami sokáig annak tűnt, vagy az is volt, úgy kezdett a te fejedben kétségekkel együtt járni, te voltál ismételten az, aki azt gondoltad, hogy neked más az utad? Nem volt időm gondolkodni ezen, mert hogy itt az történt, hogy én szerelmes lettem. Tehát, hogy megérkezett a, most hanyadiknál tartunk? A negyedik, igen. A negyedik férfi az életemben, Balázs, akivel kezet fogtam, mentem New Yorkba forgatni, és ő volt a, a megrendelő, és kezet fogtam vele a, a, Ferihegyi repülőtéren, bocsánat, a liszt repülőtéren, és iszonyú ideges volt, arra emlékszem, tehát, hogy az volt az első benyomásom vele kapcsolatban, hogy megérkezett, késett a taxia, és ezért késve érkezett ő is, és valahogy már a csőben találkoztunk, és megérkezett, és olyan, olyan ott volt tök sok ember, és ő ideges volt, sok ember előtt, de egy pillanatig nem nem volt méltóságát vesztett, intelligens volt, okos volt, és közben is még, 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 még vicces is, és akkor wow, hogy ilyen van, úristen, ez az ember ideges, és itt ú, de jó. Tehát, hogy amikor így... Ezt így... még nem hallottam nőktől. Én ideges típus, ők. Ezt még nem hallottam, hogy az idegességgel lehet például hódítani. Nagyon mozog volt. Hát érted, valószínűleg az, hogy hogy ugye hát voltam egy ilyen illatos rózsaszín felhőn rajta mm -hmm. csücsülve, az én boncolgatós személyem, iségemmel, meg, meg, azzal az energiával, meg azzal a, a, rengeteg kérdéssel, ami állandóan bennem van, és akkor megérkezik egy pasi, aki úgy, aki úgy ösztönös mindenben. Uh -huh. Hát az, az, egészen fantasztikusan magával ragadó tud lenni, de akkor abban a pillanatban én még nem tudtam, hogy én szerelmes vagyok, mert hogy ez nem, akkor csak azt éreztem, hogy wow, és... És eltelt másfél, majdnem másfél év, vagy másfél-két év, amíg mi amíg köztünk nem történt semmi. Csak beszélgettünk, voltunk közösen céges rendezvényeken, tehát nem történt semmi. De ez azt mi nem... Sokszor így el ezeket a dolgokat, és hogy elhúzzuk, miközben nekem szent meggyőződésem, hogy amikor ilyen erős energiák találkoznak, az előbb-utóbb kisüléshez vezet, hogy <laughs> én nagyon finoman <laughs> fejezzem ki magam. Igen. Igen, Há, hogy mi múlott szerint e, rajta. Rajta? Ez rajta múlott egyértelműen. Igen, rajta de ő próbálkozott múlott. menet közben azért? Írt néha, érdeklődött? Érdeklődött, de soha nem merült fel annak a lehetősége, hogy köztünk legyen legyen bármi. Tehát beszélgettünk egymással, vacsoráztunk egymással, nem kettesben, hanem mondjuk így társasággal, mert ugye voltak ilyen közös forgatások, ügyek, stb. stb. Tehát, hogy, hogy voltak ilyen összetalálkozásaink, meg beszélgetéseink, de nem... Nem történt egyszer, de se, semmi nem történt közöttünk tényleg, csak hogy volt egy ilyen nagyon kellemes érzés, amikor ő vele beszélgettem, hogy olyan nagyon, olyan nagyon magától értetődő volt minden, olyan nagyon természetes, olyan nagyon fesztelen, olyan nagyon manírmentes, és, és ez rendkívül, rendkívül vonzó volt. És bennem azért az a dolog, hogy... Hogy én egyszerre akarok jó kislány is lenni, meg azért úgy bennem van a, a craft, szóval hogy ezek úgy, úgy mindig, mindig úgy meccseltek egymással, és, és hát nem engedtem én teret sokáig ennek a dolognak, meg ő sem. Tehát, hogy ő neki volt egy nagyon hosszú házassága, huszon Három vagy 25 évig volt együtt a Zsuzsával, tehát, hogy ő házasságban ért neki van két felnőtt gyereke, és amikor mi kezet fogtunk a repülőtéren egymással, ő is házas ember volt, meg én is. Úgyhogy így nagyon nem volt nyilván mindegy neki sem ez a, ez a dolog, úgyhogy így eltelt, eltelt két év. De egyébként, már minthogy most már tíz, de hogy a, amíg, amíg mi egymás bagaba jöttünk teljesen, ami egyébként szerintem egy ilyen tök, fontos dolog, hogy képzeld el, hogy mi, ő 23 évig élt együtt a feleségével, tök jobban vagyunk a mai napig, együtt karácsonyozunk. Tehát, hogy amikor valaki ezt meghallja, tudod, hogy, hogy 23 éve, vagy 20, sose sosem tudom még, de hogy egy nagyon hosszú házasságból kilép egy férfi, egy másik nővel teljesen új életet kezd, tehát, hogy felnevel két gyereket, majd start, és előről az egész és ő tényleg úgy velem az életét teljesen nulláról, akkor azt mondja, hogy fú, hát ott nem lennék ott egy izénél, egy ilyen kinél legyen a szüli nap kérdésnél, és annyira jól működik. Ez számomra mindig talányos és titokzatos, de ezek szerint van ilyen? ott dölt egyébként el ez a dolog. Az első év az nehéz volt mindenkinek ebből a szempontból, de, de hogy az ő első felesége, Zsuzsa, amikor megszerett a Milán egy évre rá, hogy mi a balázsról összekerültünk, nagyon szerette a gyereket. megszerette a gyerekemet, nagyon szerette a gyerekeket, és onnantól kezdve, hogy van egy nő, aki az én gyerekemet ennyire szereti, már minden, már minden teljesen más keretet kapott, és ugye ott vannak a, a nagyok, akik már. Két gyerek is van a igen, igen uh -huh. 27-25 évesek, akik szintén imádják a gyerek, akkor még csak a binál most már a gyerekeimet, ez így kialakult. Meg az is kell szerintem mondom, nagy magyar okoskodó, <laughs> hogy a két fél egységnyi idő után nem csak hogy lezárja az előző kapcsolatát, hanem párra lejjen. Tehát valami megnyugodjon Igen. az ő háború lelkébe, és onnantól kezdve egész más perspektívát kap a korábbi történés, és a másik új párkapcsolata. Ez így van, így van. Tehát um, valószínűleg ez is kellett hozzá, hogy mindketten teljesen új, ó, tehát, hogy nem csak a balás, hanem ugye a Zsuzsa is teljesen új életet tudott ö, kezdeni. Úgyhogy. Mert hát egy, ez egy nagyon in, intelligenz. Nem tudom, én olyan büszke vagyok erre a dologra azért. Ez szemben. intelligencia kérdése és érzelmi intelligencia kérdése jó részt. Igen. De te voltál hát egy nagyon fiatal lány akkor. Ha, hát 31. 31 ja. És 31 évesen bekerülni még egy ilyen nagy elementáris kapcsolatnak a tűzébe, <laughs> hogy fejezzem így Igen. ki magam, két nagy gyerekkel, Igen. súlyosbítva, egy elvált feleséggel. Azért lett volna nő, aki azt mondja, hogy a 700 át neki, azért ez nem akár. De hát nem a... babra, mint gyerek. <laughs> <laughs> egyrészt elárulok egy titkot, amikor a nők szerelmesek, akkor ó, állat, talán nem... <laughs> Megfogottam, hogy nem káromkodok, nem hiszem el, szóval, hogy nagyon-nagyon, tehát akkor nem érdekli őket. Nincs akadály. Ezzel. Nincs akadály. Tehát, hogy amikor van az a, van az, az tényleg az az eszedet veszted érzés, semmiben nem gondolsz bele. Tehát, hogy én úgy léptem ki az első házasságomból, így kb. tényleg szó szerint, hogy így az utolsó képet, mert eh, akkor egy volt, házat vettünk, felújítottuk, tehát ez egy nagy projekt volt. Az utolsó, mint a rózsák háborújában az utolsó képet a szögre akasztottam, mi dolgom még? Semmi és mentem. Tehát, hogy... Már elonnan. Elonnan. Tehát, hogy, hogy ezt, ha végig gondolja az ember, hogy úristen, és mi lesz, amúgy mindig mindent végig gondolok, na ezt nem gondoltam végig. Tehát, hogy ez egy olyan döntés volt az életemben, ami, amikor abszolút az ösztöneim és az érzéseim vittek. Amikor Semmi hogy... logika. Anélkül, hogy az előzőt boncolnánk szét, csak annyit válaszol, csak hogy megértsem az élenek a mechanizmusát, értelmi mechanizmusát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen elementáris, megakadályozhatatlan érzelmi hullám akkor veszi kezdetét, amikor a másik, tehát az előző kapcsolat már azért De képzeld hogy nem, tehát én nem tudom neked ezt mondani. Nem. Nem arról van szó, hogy ott már hanyatló tendenciát mutatott volna. Nagyon, most tudom, hogy ezt kéne mondanom, de nem volt semmi, uh -huh. tehát hogy, hogy nem, 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 tényleg nem volt. Tehát hogy, hogy egy, egy nagyon, tehát hogy volt egy nagyon szép ö, első házasságom, ö, tehát hogy nem, tényleg nem tok, nem, 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 volt ilyen. Tehát hogy, hogy, van ez, és ez lehet, hogy félelmetes a, a, azoknak az embereknek, akik most egy nagyon szép boldog házasságban élnek, hogy, ö, hogy egyszer csak jön egy ilyen. Nyilván szanaszét tudnám ezt neked boncolgatni mikrofon nélkül, hogy ez, ez, milyen, milyen rétegekig megy le, és hogyan, és hogy kúszik be az életedbe. Most már tudom, hogy miért, de akkor nem tudtam akkor, tehát nyilván most már tudom, hogy mi volt nekem, ami, ami, ami hiányzott, mi volt az, ami, ami, ami miatt én nekem úgy éreztem, hogy mennem kell, hogy mi az, ami hajtott, hogy miért voltam mindent kétségbe, és még sorolhatnám, de ezt akkor nem tudtam, ezt most már tudom. De és ezt is csak azért tudom, mert nagyon mélyen elemző típus vagyok, és én a mai napig járok terápiára, úgyhogy. Sokszor ehhez egyébként szükség van egy, egy vezetőre, Olyan. aki segít megérteni a döntési mechanizmusaidat, és az nagyon fontos, és nekem ez egy nagyon nagy tanítása volt a, a, a terápiámnak, hogy ne a, a jelenemre, ne a múltammal reagáljak, tehát hogy, hogy arra reagáljak, ami a jelenemben történik, és hát ez a úgy, És ne pedig a, a, a múltam fájdalmaiból, elakadásaiból, bármiéből. Mm, úgyhogy sikerült megértenem azt a folyamatot is, és, és ennek a, a folyamatnak most ugye a kellős közepén vagyunk a, a, már mint mármint, hogy ugye nagyon hamar elindult ugye a második házasságom, tehát hogy nem is voltam, annyira nem voltam soha egyedül, hogy még nem voltam nem is férnél szinte, mert hogy úgy lettem terhes is, hogy még, még hogy is volt? már nem, akkor még, mert, bíróság, ilyen név mizéria is volt. Tehát terhesen kellett mennem a bíróságra is. És mert tudod, milyen hülye ügyek vannak, hogy mikor fogant a gyerek, akkor kinek a nev... De minden jó, ha jó a vége, és azóta is ez egy tűnőmese. Most már tíz éve, ugye? Igen. Elgassuk meg az ötödik úriembert, aki nagy hatással volt a te életedre. Igen, és, és akkor itt jön be a, az, hogy mennyire nehéz volt, és az ötödik úriember egy olyan úriember, aki, akivel én csak előadásain találkoztam, meg az összes könyvét olvastam, ő pedig Máté Gábor. A pszichológus. A pszichológus Máté Gábor. Az egyik barátnőm adta oda nekem Máté Gábornak a testlázadása című könyvét ami elképesztően sok aha, váó, úristen tényleg élményt hozott magával, amit után én nyilván Máté Gábor elővettem, mindent elolvastam, szerintem már néha egy kicsit az agyamra is ment, amikor itt volt a hestával Magyarországon, akkor az első sorban ültem és hallgattam a a beszélgetésüket, és az nekem egy nagyon, nagyon fontos ö, felismerés volt, hogy bár én nagyon szeretem kitenni az asztalra a, a gondolataimat, és megbeszélni, de de hogy azt a fajta rágódást, és azt a fajta szorongást, amit hozok a szülőcsatornából magammal, tehát, hogy én ilyen típus vagyok, ezt, ezt, nem, lehet, ez nem, ez nem, ezt nem lehet megúszni. Tehát, hogy ez, ezzel nagyon sokat kell foglalkozni, hogy ez ne így legyen, és ö, az a szabadság, amit én mondtam neked az elején, hogy a gyerek születése az egyfajta szabadság elvesztés, amivel nekem a legnehezebb volt szembesülni, mert hogy onnantól kezdve, hogy lesz egy gyereked, bármit csinálni akarsz az életben, valakit meg kell kérje, hogy segítsen. Légy gyere át, mert. Szeretnék elmenni, át tudsz jönni, mert. Szóval, hogy nincs, nincs, nincs meg az a fajta önállóságod, ami előtte volt, és ez egy természetes dolog, de akkor érkezik meg, meg érik meg az életedben, amikor gyereked lesz, és akkor érzed meg, hogy úristen. Tehát, hogy akkor innentől kezdve tényleg az van, hogy, hogy segítséget kell kérni. Ha segítséget kérsz, akkor az olyan, nem tudom, olyan elesett néha, olyan sajnálatra méltó, nekem ezen nagyon sok uh, problémám volt. Én szerintem azért is voltam néha sokszor olyan dühös, mert a düh az erőt demonstrál. Még a, még a könnyek, meg a sírás, az meg inkább az elesettség, meg a fájdalom, és én sose akartam az lenni. De mert ilyen és... lenni? mikrokörnyezetedbe a párod előtt? A, ott igen, de mondjuk csak ott. Világ előtt nem? Nem. És ezzel nekem a mai napig egyébként problémám van. Tehát, hogy, hogy amikor... Tehát az, hogy, hogy nekem sokszor ugye megakadnak így itt, a, a, dolgok, tehát, hogy nem, jön, nem, nem tör ki belőlem az okogás mások előtt, nem, nem jön ki belőlem az öröm, tehát, hogy amikor mit mondjam, valaki előtt, valakivel együtt vagyok, aki nem ilyen nagyon belső körös barátom, és akkor valami örömhírről számolok be, akkor mondom neki, hogy most amúgy nagyon örülök. Tehát, hogy tudom, hogy most ugrálom kéne, meg nem tudom, ölelgetnem, meg puszélgatnom az embereket, de nem ilyen vagyok, tehát, hogy, de amúgy hidd el, hogy nagyon örülök. Tehát, hogy nekem ezzel a fajta önkifejezéssel volt dolgom, és hát ez, ezek ugye így visszacsorolódnak rognak így mindenhová, és ezt Máté Gábornál értettem meg, hogy ez, hogy ez nem lehet lesüpörni az asztalról annyival, hogy hát én ilyen típus vagyok, hogy csak fogjunk kezet. Hm. Tehát ezt mindig irigyeltem a férfiaktól, tudod, hogy van ez a találkoztok, és akkor két férfi találkozik, tök egyértelmű és tiszta a helyzet, hogy kezet fogtok, két nő találkozik, akkor de most miért adjak puszit? Amikor hát, nem is... Értett, hogy mit Abszolid. akarok mondani? Hogy olyan. Na mindegy, szóval, hogy nekem ezzel, ezzel így van, és volt is dolgom, és ez világított rá arra, hogy hogy ezzel foglalkoznom kell. Az a típus, aki ennyire, nem azt mondom, hogy önemésztő, hanem inkább önelemző. Ah, az én nem vagyok önemésztő, azt önelemző, önelemző vagyok, igen. Az néha nem agyalja az életet, vagy magyarázza sem, mint hogy élni szerintem én nekem ilyen tekintetben nincs hiányérzetem, mert a kettő szerintem nem, nem, tehát nem veszel az egyik a másikból. Az, hogy én mindig végig gondolok mindent, hogy, hogy, hogy agyalós típus vagyok, <coughs> Az max az éjszakáimnak a minőségét befolyásolja, ami nyilván a, nem a legrózsásabb, ott a gyerekeim vannak amúgy se, de a mindennapjaimra szerintem olyan értelemben nincsen hatása, hogy ne tudnám élvezni a, a, az életnek a pillanatait, a, a lehetőségeit. Én örülök, hogy ilyen vagyok, és nem, nem bánom, hogy látom a, a gyerekeimben is, hogy ilyenek. Adok nekik rá stratégiát, meg megoldási kulcsot, amit majd tudnak használni, vagy így formázgathatnak majd kedvükre, de azt gondolom, hogy, hogy a, nem tudom, tehát hogy a világ az, az attól megy előre, meg attól változik, hogy kérdéseket teszünk föl, és nem csak másoknak, hanem önmagunknak is. Ez nagyon álságos dolog, hogyha azt mondani, hogy én csak magam, tehát tudod, amikor mondják, hogy így csak foglalkozz magaddal, mással nem, meg azzal is csak annyira, amennyire, mert akkor már túl nem. Tehát foglalkozzál magaddal és másokkal is. És akkor vizsgáld meg az összefüggéseit, kérdőjelezd meg, tegyél fel kérdéseket minden oldalról, mindenhonnan, mert, mert szerintem hosszú távon egyébként sokkal, szerintem sokkal jobb ilyen életben benne lenni. Más kérdés, hogy aki nincs egy ilyenben benne, az sose tudja meg, hogy milyen lenne, ha. De nekem jó így. Hát akkor maradjon ez így nagyon sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. Bye. <laughs>